Radaszvámi, mindenkinek elkezdjük a szatszangon. Minden igaz, akkor a 113-as bhajannal. Radaszvámi. Csak te ismered a te természetedet, senki más nem ismerheti fel, csak akire leszállt a te kegyelmed, az fog felismerni téged. Korszakról korszakra eljöttél. Először Kabírnak hívtak. A világot megszabadítottad a rítusoktól és a szertartásoktól, és felébresztetted bennünk a szellemésvény iránti áhítatot. Kiálltad és elszenvedted a fájdalmakat és kínzásokat, és elmondtad az igaz otthon titkát. Nanakká Vába megszabadítottad a világot, aztán Angad lett a neved, majd Amar Dévnek hívtak, Guru Ramdas Jinak és Arjan Dévnek. Guru Arjan Ji forró vason ült, és hálás volt az akaratnak. Har Gobind, Hari Rai, Hari Krishan Ji és a többi te szeretettek, Sadguru Tegh Bahadur feláldozta a fejét a vallásáért. Guru Gobind Singh Ratnagar Rao fogadta kegyeibe, és becsületet adott az otthontalanoknak. Tusi Sahib a nám szerelmesen megszabadította Swamiji-t. Swamiji Jaimal Singh-et tette be a nám hajójára. Jaimal Singh szeretett szavannya elválasztotta a tejet a víztől. A szépséges szavant fejlesztette ki a kertet, ahová a kertészt helyezett, és az ő neve pedig szeretett Kirpán. És ő a Sanghat védelmezője. Hallgass meg szegény kérdését. Hallgass meg szegény Ajaib kérését, óvd meg a bestelen becsületét. Csak te ismered a te természetedet, senki más nem ismerheti fel, csak akire leszállt a te kegyelmed, az fog felismerni téged. Iri kudrete tui jane, ore na duja janenga, jis te mere ujaye teri, tenu oi pachanenga. Iri kudrete tui jane, ore na duja janenga, jis te mere ujaye teri, tenu oi pachanengam. Juga juga devi che aaye phela, nam kabir sandaya he, karm kandate ota ke duniya par marat vichlaya he. Juga juga devi che aaye phela, nam kabir sandaya he, ਕਰਮ ਕੰਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰ ਮਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਏ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਿਹ ਜਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਾ ਸਿਹ ਜਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਿਆ ਬੇਦ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਓਈ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣੇਗਾ ਨਨਕ ਬਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਦਿਆਰਾ ਹੈ ਅਮਰ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੰਧਾਇਆ ਹੈ ਨਨਕ ਬਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਦਿਆਰਾ ਹੈ ਅਮਰ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੰਧਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਲੋਤੇ ਬੇਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਲੋਤੇ ਬੇਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਬਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣੇਗਾ
Déri kuderete tui jane, ore na duja janen ga, jisse te mere ho jaye teri, tenu hoi pachanen ga. Hare Gobinda Hare Rai Saib ji, Hare Krishna ji pyare ne, Satguru Tegh Bahadur Sahib Shish Dharma Tovare ne. Hare Gobinda Hare Rai Saib ji, Hare Krishna ji pyare ne, Satguru Tegh Bahadur Sahib Shish Dharma Tovare ne. Guru Gobinda Singh Ratngar Raute, Guru Gobinda Singh Ratngar Raute, Kitte mana ni mane da, Isse te mere ho jaye teri, Tenu hoi pachanenga. Teri kuderete tui jane, Ore na duja janenga, Isse te mere ho jaye teri, Tenu hoi pachanenga. Tu si saib naam de rasiye, Swami ji nu tare deta. Swami ji ne jai mal singh nu naam de bed cha de deta. Tu si saib naam de rasiye, Swami ji nu tare deta. Swami ji ne jai mal singh nu naam de bed cha de deta. Jai Mal Singh da Savan Pyara, Jai Mal Singh da Savan Pyara, Dub Chopan Chanega, Jis Te Mere Ho Jaye Teri, Tenu Hoi Pachanega. Teri Kudrate Tu Hi Jane, Hore Na Duja Janega, Jis Te Mere Ho Jaye Teri, Tenu Hoi Pachanega. Savan sona bagal gayam bicham bitayam maliye namo da kiripal piyara sangat dao valiye savan sona bagal gayam bicham bitayam maliye namo da kiripal piyara sangat dao valiye Suniyo Arje Garib Ajaib Din, Suniyo Arje Garib Ajaib Din, Rakhiyo Man Nimane Dam, Jisat Mere Ho Jaye Teri, Tenu Hoi Pachanenga. Teri Kudrate Tu Hi Jane, Ore Na Duja Janenga, Jisat Mere Ho Jaye Teri, Tenu hoi pachanenga, teri kudrate tu hi jane, ore na duja janenga, jis te mere ho jaye teri, tenu hoi pachanenga. Kada swami. Akkor folytatjuk ma ugye Baba Somanatnak a szatszangjait. És pedig amikor a Swamiji Maharaj himnuszait kommentáló szatszangokat folytatjuk, és pedig a 9-est hagytuk félben, vége felé. Ahogy szoktam, egy kicsit ugye visszaolvasunk. Ugye itt a szatszangokról volt szó, hogy mennyire rutinszerűen járunk szatszangra, és mennyire nem figyelünk oda, és átmegy rajtunk. Tehát Baba Somanadzsi szatszangai, Swamiji Maharaj himnuszát kommentáló szatszangok sorozatának a 9. szatszangjának a folytatása következik. Himnusz. Nagy a szatszang dicsősége, de csak az arra érdemes lelkek ismerik fel az értékét. Kommentár. Azt mondja, hogy a szatszang dicsősége leírhatatlan és végtelen. Túl van a halandói szavak határain. Swamiji azt mondja, hogy csak a ritka, arra érdemes lelkek képesek felfogni mindazt. Ha valaki nem érdemli meg, akkor hogyan értheti meg? Van egy mondás, idézet, jázd a vínádat egy bika előtt. Ugye vína az egy húrós indiai hangszer.
Tehát jázd a vínádat egy bika előtt, idézett vége. Hogyan tudja a szegény bika értékelni a vína dallamos hangjait? Ez pont olyan, mint a Nandi Pudja, zárjelbe Shiva a bikájának imádata. Tehát olyan ez, mint a Nandi Pudja a szambui templomokban. Ugye ez egy állítatos szertartás. Himnusz. Mindenki rutinszerűen jár a szacángra, de annak haszna csak az, arra érdemeseknél nyilvánul meg. Kommentár folytatása. Szeretnénk kihasználni a szacáng előnyeit, de ezt nem tudjuk teljes mértékben megtenni, amíg nem tesszük magunkat arra érdemessé. Csak az arra érdemesek élvezik a hasznot. Himnusz. Újra és újra eljönnek a szádguru elé, de nem veszik a szívükre, szívükbe a szavai. Soha nem veszítik el magukat a társanyában. Kommentár. Azt mondjuk, idézet, menjünk el a szatszángra, idézet vége. A gyerekek, az idősek, a szomszédok, mindenki megy. De mit nyernek? Olyan ez, mintha egy vására mennénk. Mindenki részt vesz rajta, aztán hazatérnek. Mit jelentett számukra a szatszang? Számukra ez csak egy újabb összejövetel volt. Azt gondolják, idézett, mindenki elmegy, én is elmegyek hát. Idézett vége. Felöltöznek jó ruhába, részt vesznek a szatszangon, majd pedig hazamegy. Néhányan a gyülekezet elején akarnak ülni, és arra gondolnak, idézett, én egy kiemelkedő szatszangi vagyok. Idézett vége. Barátom, mit számít, hogy elő vagy hátul ülsz-e? Nem az a lényeg, hogy hol ülsz. A szatszangra járás lényege, hogy megragadjuk a szádgurú tanításainak értelmét. Szatszangon a szádgurú előtt ülünk. Minden nap részt veszünk, soha nem vagyunk távol. De ha a gurú szavai nem hatolnak be a szívünkbe, milyen hasznunk származik belőle? Azt gondoljuk, idézett, már annyi éve beavatott vagyok, nagyon öreg szatszangi vagyok, az előző gurú avatott be. Én aztán vagyok valaki, idézett végig. Barátom, ha még nem emelkedtél fel a belső birodalmakban, mit számít, hogy az az előző gurú avatott be, vagy előtte lévő gurú? Azt mondjátok, hogy régi szatszangik vagytok. Nos, az öreg szatszangikat felfalják a férgek és a hangyák. Himnusz. Mit tehet értük a szádgur és a szatszang? Hogyan tudnak az ilyen dzsívák átkelni a létezés óceán? Kommentál. Azt mondja, idézed, mit tehet a szádguru ezekért az értelmtelen dzsívákért? Milyen hasznot húzhatnak a szatszangból? Belefulladnak ennek a világnak az óceánjába. Idézett vége. Himnusz. A víznek nincs hatása a kőre, de a kőcukrot feloldja. Kommentár. Amikor egy ilyen öntudatlan személy belép a szatszangba, milyen állapotban van? Swamiji azt mondja, hogy ez olyan, mintha egy követ dobnánk a vízbe. A kő nem oldódik fel, még egy csepp vizet sem szív magába. A kő kő marad. De ha misrit, vagyis kőcukrot dobsz a vízbe, az a misri belekeveredik a vízbe, és édes lesz a víz. Teljesen feloldódik. Ez a helyzet az arra érdemes személy esetében, aki elmegy a szatszangba. Az a tanítvány olyan, mint a vízbe feloldó misri. Az érdemtelen személy azonban olyan, mint a kő. A víz egyáltalán nem hat a kőre. Himnusz. Amikor külsőleg a szádguru társaságában vagyunk, semmi sem lehet kedvesebb számunkra, mint ő. Kommentár. Most leírja, hogyan lehet hasznot húzni a guru külső társaságából. A fizikai kapcsolatnak, amelyet kívülről létesítünk a guruval, olyannak kell lennie, hogy ne lássunk más formát, mint az ő formáját. Nem látni semmi mást ebben a világban, csak a guru formáját. Ezt hívják külső szatszangnak. Himnusz.
Ekkora tanítvány elmerülhet a belső szacánkban, a szurát felemelkedik a belső égbe, ahonnan a sáb hív minket. Kommentár. Ekkora tanítvány lelke koncentráltá válik, és kapcsolatot létesít ugye a námmal, az egység formájával. A námhoz kapcsolódva a nám formájává válik, ez a belső szacán. Ha nincs szeretetünk a guru külső formája iránt, hogyan fogunk szeretetet kifeleszteni az ő belső formája iránt? Ha nincs víz a kútban, honnan fogjuk megtölteni a vödröt? Himnusz. A Sahasrakvanál egezeng, és mennydörgés dübörög a gaggámban. A trónon helyet foglalva az elme, a tudat elragadottá válik. Kommentár. Ekkor a lélek felemelkedik ugye a Sahasrakvanál belső egében, hallod a mennydörgést a trikuti gagganyában. Elmerülsz ebben, trikuti egében, ugye? Ha elmerülsz ebben a hangban, megnyílnak előtted a belső jelenetek. De ahelyett, hogy bemennél, csak kint ülsz és a belső birodalmakról beszélsz, mi haszna az ilyen üres fecsegéseknek? Himnusz. A szurát hozzáférést nyer a szunnához, vagy a lahut lamukamhoz, a naszut fizikaisig, a mákut asztrásig és a tajabrut a mentásig messze alul marad. Kommentár. A szun régiót lahut lamukamnak is nevezi. A Sahasrakvanál síkján túljutva elérjük a trikuti síkját. Aztán, ahogy egyre mélyebben beleolvadsz a sábba, megjelenik a szund régiója. Himnusz. Most a szurát megnyitja Ahut, zárójában Mahasun ajtaját, és biztosítja a Hutál Hutba, vagyis Bánvár gufába és Szátlokba való bejutása. Kommentál. Még tovább haladva elérjük Bánvár gufát, amelyet a szúfik Hutál Hutnak neveznek. Ezután jön a Hut, vagyis Szátlok, és a Hak-Hak, vagy igazság hangja, ebbe a birodalomba belépve az igazság formájává válik. Ezek szúfi kifejezések, ugye a számmákkal összepáros. Himnusz. A kunyhó, zárójelbe Szátlok, a fakírok végső szakasza. A szurát körüljárja Szátpurus trónja. Kommentál. Szátlok, más néven Szátmukam, a fakírok birodalma. Néha az emberek idézve a fakír szót sértésként használják. Valaki azt mondja, idézett, te csak egy fakír vagy, idézett vége. A másik személy megsértődik, idézett, kit nevezett a fakírnak, idézett vége. Összevesznek emiatt. De mi a jelentősége, mi a jelentése a fakír szónak? Megszabadulni minden gondtól, és felvenni az igazság formáját, ez a fakír szó valódi jelentése. Amikor a lélek kilép a kilenc ajtón is, leveti a fizikai, asztrális és kauzális testet, eléri a Szátmukamot, az igaz otthon. Ezt nevezik felszabadulásnak. A szurát megvalósította a Hut, úgymond, a trikutiban, és a Hát, a szunban. Bánvár gufába érve a lélek meghallja Anahu hangját. A Szátnám hangja vízhangzik Szácskánban. Szant és fakír, két szó, egy hatalomra. Hak és Szát, két név, egy birodalomra. Oszthatatlan és elpusztíthatatlan. A mi hindi nyelvünkön ezt az erőt Szantnak hívjuk. Muszlim nyelven, azaz perzsául ezt az erőt fakírnak hív. Két különböző szó, két különböző nyelven, de az erő ugyanaz. Ezt valami, itt ért véget ez a 9-es szacán, ugye?
szófűknek szólt, úgy látszik. Ezen a tizedik szecen. Baba Somanaji Maharaj tizedik szecengja, mi a Swami Maharaj Himusa kommentálja tovább. Himnusz. A guru újra és újra elmondja nekünk, idézet, szenteld magad a Simránnak figyelmesen és megértően. Idézet vége. Kommentál. Ez Paramsam Sadguru Hazura Dasvam Jibánia. Azt mondja nekünk, hogy az egész világ részt vesz a Simránban, így vagy úgy. Senki sincs nélküle. Mindenki végez valamilyen emlékezést, vagy meditációt az Ist Déváján, ugye a kedvenc személyes istenén. Ezért kérdezi, idézett, amikor mindenki a Simránt ismétli, miért nem kapnak valamilyen lelki hasznot ebből az ismétlésből? Mert senki sem figyelmesen és megértéssel végzi ezt a Simránt. Ezért Swamiji Maharaj elmagyarázza, hogy amikor az öt feltöltött név Simránját ismételjük teljes figyelemmel kell lennünk, különben nem lesz semmi hatásunk belőle. Rendszeresen végzünk valamilyen ismétlés kedvenc istenünk emlékére, tovább ismételgetünk valamilyen megszokott imát vagy formalszerű recitációt. Mikor reggel felkelünk, 10-szer megforgatjuk a rózsafűzért, rám-rámot, vagy Krisna-Krisnát, vagy valamilyen más Isten nevét zengetjük, majd félretesz. Sok közösségben és vallásban szokás, hogy amikor reggel köszöntünk valakit, szokás megkérdezni, idézet, hogy ettél-e már. Ez csak egy olyan udvarias mondat, hogy how are you. Egyes közösségeben ezt hallani, idézett, elvégezted már a Sanjasanát, vagyis a szent reggeli mosakodást? Idézett vége. A kérdés úgy tűnik, hogy a szent gyakorlatokhoz kapcsolódik, de valában csak egyfajta kérdezésködésről van szó. Ettél már más közösségekben azt kérdezik, idézett, befejezted már a Shiva pútját? Ugye Shiva rituális imádatát. De valójában csak azt érdeklődtek, hogy ettél-e már, és hogy ettél vagy nem ettél még ma. Az emberek saját társadalmi csoportjaik, szokásaik szerint ismételgetik ezeket a formulaszerű köszöntéseket, különösen figyelem és jelentőség nélkül. Hasonlóképpen sokan végzik a Simrán gyakorlatot anélkül, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanának a szavaknak vagy jelentésüknek. Néhányan a megszokott imákat és himnuszokat mondják el abban a reményben, hogy egy vagy másik áldást valahogy csak megkapják. Mások vallási szertartásként végzik gyakorlatukat. Ők azt mondják, idézet, anyáink és apáinktól örököltük, ha ezt hagyták ránk, ezt a hagyományt, idézett végem, mindenki tovább ismétli a Simránt, anélkül, hogy megérteni annak valódi jelentését. De az ilyen típusú Simránból nem kapsz semmit. Nem számít, hogy ismételgeted-e vagy sem. Amíg nem megértéssel és figyelemmel végzed a Simránt, nem számít, hogy mennyit ismételgeted, nem remélhetsz semmilyen hasznot. Swamiji Maharaj tehát elmagyarázza, hogy a Sadguru azt mondja, hogy először az elmét kell megértetni, és csak azután végezzük el a Simránt. Azt mondja, idézett, ó elme, mielőtt belemerülnél a Simránba, értsd meg annak jelentőségét. Értsd meg, hogyan kell helyesen végezni. Idézett vége. Amikor eljön a Simrán ideje, egyesítsd az elmédet a námmal. Majd ismételd a Simránt teljes figyelmeddel. Mit fogsz elérni? Az elme bűnössége meg fog szűnni. Az elmét átjárja majd a nám ereje. Amíg nem így végezzük a Simránt, addig az elme és a nám távol marad egymástól.
Amíg az elme és a nem nincs kapcsolatban, addig semmit sem nyerünk. Kabir Sahibji azt mondja nekünk, vers, ha az elme és a paván külön marad, semmit sem lehet elérni. Kommentár folytatáson. Mind az elmének, mind a pavánnak, vagyis a vájusoknak a nám szimránhoz kell ragaszkodni. Ha a vájus az egyik irányba áramlik, az elménk pedig egy másik irányba fut, akkor nem tudunk kapcsolatot teremteni a námmal, zárebe, vagyis ha a figyelem nem a szemközpontra összpontosul, ahol a nám felhangzik. Zárójelbe zárva. Nem leszünk képesek megérteni a námot. Még ha 100 évig folytatod is ezt az esztelen ismétlést, az erőfeszítésed eredménytelen lesz. Amíg elméd nem egyesül a sabdával, amíg elméd nem telik meg a nám erejével, addig hibáit nem lehet kiírtani. A tudatod el lesz választva a námtól, ahogyan az már évszázadok óta történik. A késeket és a kardokat kiszóló koronggal élezed. Az a koszörű kerék tovább forog, de amíg csak egy hajszálnyi távolságra is van a kés, vagy a kard és a kerék között, ugye a koszörű között, addig nem tudod élesíteni az ét. Ugyanígy a nám koszörű kereke is forog benned, a nap 24 órájában, ugye, de amíg az elme nem kerül kapcsolatba a námmal, addig ez a tudatos erő nem fog behatolni az elmédbe, és nem fogja eltávolítani annak kurvaságát. Himnusz. Minden lélegzetvétellel csökken a gazdagságod, az életed elmúlik. Kommentár. Itt mond nekünk, mindannyian 4 életszakaszon megyünk keresztül. Gyermekkor, ifjúság, középkor, és végül öregkor. Jól megy. Most az élet fénykorában vagyunk, el vagyunk foglalva a családunkkal és a gyerekeinkkel, a gyerekeink nevelésével, de végül elérjük a 4. szakaszt, és az öregség el fog érni minket. Jó lenne, ha ezt a 4. és utolsó életszakaszt a mindenható úrnak szentelnénk. A sásztrák is azt írják elő, idézett, ha egyszer megöregszem, elkötelezem magam az úr odaadásán, idézett végig. De gondoljatok csak bele. Sorsunkban meghatározott számú lélegzetvétel van kijelölt. Amikor ez a lélegzetvételek száma véget ér, életünk lejár. A nap 24 órája alatt 21.600 lélegzetvételt veszünk. E számítás szerint percenként 15 lélegzetvételnyi időt használunk el. Minden egyes lélegzetvétellel kiürül a testünk, élettartamunk rövid. Ezért mondja, idézett, minden egyes lélegzetvétellel csökken a vagyonod, az életed elmúlik, idézett vége. A kiosztott lélegzetvételek egyre kevesebbek lesznek, míg végül a test teljesen üressé válik. Egyáltalán nem lesz hasznunkra. Ezért mondja Kabir Sahib vers, amit holnap meg kell tenned, azt tedd meg ma, amit ma kell megtenned, tedd meg most azonnal. Egy pillanat múlva leszáll a végítélet napja, mit tudsz akkor már elérni? Kommentátor első. Egyedül te tudod befejezni a munkádat. Azt hiszed, hogy valaki más elvégzi az összes munkát, majd átadja neked a bevételt? A fiú nem eszi meg azt, amit az apa keresett. Az apa nem eszi meg azt, amit a fiú keresett. Neked magadnak kell elvégezned azt a munkát, amit rád bíztak. Amit holnap kell elvégezned, azt tedd meg ma, amit ma kell megtenned, azt viszont tedd meg most azonnal. Egy pillanat alatt az egész teremtés felgördülhet a feloldozásban, a feloldódásban, és téged is magával ragad. Milyen munkát tudsz akkor elvégezni? Sokan öregkorukra halogatják az odaadás elvégzését,
Tabisztályban azt mondja nekünk, vers, szép napjaid már mögötted vannak, és nem végezted el az Úr áhítatát. Mi értelme van most bűnbánatot tartani? A madarak már kopára szedték a mezőt. Kommentál. Amikor a termés beéri, ha a gazda ahelyett, hogy behordaná a termést, egy pohár hideg lasszit kortyolgat, és elnyúlik a pihenni, akkor a madarak felfaják az összes gabonáját. A mezője le lesz csupaszítva, és nem lesz termés. Ugyanígy, ha fiatalkorodban nem őrizted a mezőt, akkor a vágy, a harag, a kapzsiság, a ragaszkodás, az ego, a gyerekek, a család és a kapcsolatok, az összes madara, ezeknek minden madara felfaja a termésedet. Végül aztán megöregszel, és a tested üres lesz. Köhögni kezdesz, a szemed már nem lát, a füled már nem hal, a kezed és a lábad remegni fog, és még a fogaid sem maradnak meg, hogy megrágd az ételt. Gondoljatok bele, ekkor már nem vagy alkalmas semmilyen munkára, sem a világi munkára sem, sem a spirituális munkára sem. Amikor a világi emberek megvetnek és kidobnak téged, gondolod, hogy az Úr toborozni fogja az összes kidobott öreg embert? Ha egyszer megöregszel, milyen munkát tudsz végezni? Miért nem gyakoroljátok az odaadást, amikor még fiatal vagy, amíg az értelmetek épp, és minden eszetek megvan? Van egy maráti mondás, vers, elkalandozik az esze, és bottal biceg. Botra támaszkodva közlekedik, mi másra vagy még jó. Eljött az idő, hogy elfoglaljátok helyeteket a trónon, adjátok abba a szemétben való turkálást. Kommentál. Amikor megkapjátok az emberi testet, eljött az idő, hogy visszatérjetek Szatlokba, követeljétek a születési jogotokat, és foglaljátok el a helyeteket a trón. Ehelyett azonban világi elfoglaltságokra pazaroljátok ezt a lehetőséget. Meg kellett volna ragadnod ezt a kedvező alkalmat, el kellett volna jutnod igaz otthonodba, és örökre magad mögött hagynod a születés és halál ennek fájdalmát. Ehelyett azonban a szemétben turkáltok. A szeméttelepen, ahová a falusiak dobálják a szemetüket, csirkék kapérgálnak élelem után kutatva. Ez a világ egy nagy szemétdom. Ha ebben a szemétkupacban turkálsz, remélheted-e, hogy bármi tiszta és rombotalan dolgot találsz? Az egyetlen dolog, amit találsz, az a bűz és a szemét. Ezért Swamiji Maharaj azt mondja, hogy hagyjátok fel a világ szemétdobján való turkálást. Himnusz. Most a guru megmutatta nektek az utat. Fogjátok meg a belső hangot, és ápoljátok a szívetekben. Kommentál. Hogyan lehet megmenekülni a világ nehézségeitől? Hogyan tudunk kilépni az élet 84 lakfajának kerekéből? Hogyan szabadulhatunk meg Jáma a halálangyalának kínjaitól? A guru azt mondja nekünk, idézett testvér, az a belső hang hív téged belülről. Az a harsogó sábd a magasból árad lefelé. Idézett végre. Tedd félre a gondolataidat, fordítsd figyelmedet befelé, és maradj teljesen egyedül. Amint magadba zárkózol, összpontosítsd figyelmedet, és egyesítsd azt a sábddal, aminek az egység formája. Akkor az a sáb egyenesen visszavisz téged a forráshoz. Nem kell semmilyen rendkívüli nehézségen keresztül menned. Nem kell lemondanod az evésről, nem kell lemondanod a világi munkáidról és a kapcsolataidról. Nem kell elmenekülnöd egy magányos vadonba. Csak egy dologra van szükség. Minden világi tevékenységet közepette szerető szívvel gyakorold a meditáció. Csak egyetlen dologra van szükség, minden világi tevékenységet közepette szerető szívvel gyakorold a meditációt.
Az Úr már benned van, de az én és az enyém fájtlan mögött rejtőzik. Szerető meditációdat távolítsd el ezt a fájtlat, és találkozol az Úrra. Himnusz. Csatlakoztass szurátodat a sábthoz, állandóan várd a gurut, és hódolj neki. Kommentár. Gondolatainknak éjjel-nappal erre a sábra kell irányulni. Ahogyan az anya szeretete a gyermekére összpontosul, és a gyermek szeretete az anyjára, ugyanígy nekünk is az Úrra kell összpontosítanunk gondolatainkat. Egy helyen Kabir Sahib elmagyarázza, vers, ha találkozni akarsz az Úrral, akkor minden pillanatban rászegezd gondolataid. Kommentál. Ha találkozni akarsz vele, akkor rögzíts gondolataidat a sábra. Néhány napig száraznak és érdektelennek tűnhet, mert a gondolataid továbbra is szétszóródnak a világban. Ha folytatod a gyakorlatokat rendszeresen, szeretettel és szilárd hittel, sikerülni fog. Azt hiszed, hogy az Úr elment egy másik helyre? Ő benned van, és előbb-utóbb megadja neked a társanyját. De ha közömbösek maradtok iránta, ha ragaszkodtak a világhoz és a világi dolgokhoz, akkor csak a világot kapjátok. Ha az Úrhoz ragaszkodsz, akkor az Urat fogod megkapni. Ezért mondja Swamiji, hogy mindig belülről figyeljetek a sábra, és gondolataitokat rárögzítsétek. Tartsd figyelmedet éjjel-nappal a sábban elmerülve, szemléld a guru alakját, és ápold a guru szeretetét a szívedben. Vers. Feladva minden én érzést, merülj el a guru. Kommentál. Ez az a cél, amelyre törekedned kell. Te nem maradsz, csak a guru marad. Akkor a szíved fényben fog fürödni. Minden bűnöd lemosó. Lelked tudatos ereje kapcsolatba kerül a sáb tudatos erejével. Tehát lelked tudatos ereje kapcsolatba kerül a sáb tudatos erejével. Még most is a lélek és a sáb egyaránt a testben lakik. Miért nem kerültek tehát kapcsolatba egymással? Mert nem gyakoroltuk a guru által tanított technikát. Nem alkalmaztuk teljes szívvel, szeretettel. Vegyük a telefon példáját. Ezen az oldalon az egyik személy egy telefonhívásra vár, a másik oldalon pedig egy másik személy próbálja a hívást kezdeményezni. De a hívó nem tudja a helyes telefonszámot, és folyamatosan rossz számot tárcsáz. Hogyan tud tehát a hívás átmenni? Ugyanígy az Úr belül van, a lélek is belül van, és mi arra vágyunk, hogy összehozzuk őket, de hogyan tudjuk megvalósítani ezt a találkozást? Nem értjük a technikát, nem értjük a helyes technikát, vagy azt, hogy hogyan alkalmazzuk azt. Nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyi kitartásra lesz szükség a siker eléréséhez. Azt gondoljuk, idézett, ha működik, hát jó. Ellenkező esetben, hát akkor felejtsük el. Idézett vége. A bennünk lakozó azt is mondja, idézett, ez csak rajtad múlik. Tegyél erőfeszítést, ha úgy érzed, hogy ihletet kapsz hozzá, ha nem, akkor tedd, amit csak szeretnél. Ez még egyszer. Idézett, ez csak rajtad múlik, tegyél erőfeszítést. Ha úgy érzed, hogy ihletet kapsz hozzá, akkor tegyél ugye erőfeszítést, ha nem, akkor tedd, amit csak szeretnél. Idézett végig. Neki nincsenek igényei vagy vágyai. Ő minden gondon és bánaton túllakozik. Himnusz. Fogadd el kegyelmét és irgalmát minden pillanatban, menj szent lábai menedékébe. Kommentár. Kabir Sahib mondta, vers, az első születésben végezd a guru paktiján, a másodikban merülj el a námban, a harmadik születésben elnyered a felszabadulást,
a negyedikben pedig eljutsz igaz otthonodba. Kommentár folytatása. Most sokan kérdezik, idézet, hány napig kell meditálnunk, mielőtt elérjük a belső felébredést? Idézet végén. Barátom, nincs meghatározott időtartam. Nem mondhatod, hogy egy év, két év, négy év, nyolc év vagy húsz év után fogod elérni ezt a sikert. Ez nem így van. Mit mond nekünk? Idézet. Akkor leszel sikeres, amikor az igaz szeretet felvirad benned. Idézet vége. Az Úr maga a szeretet. A szeretet beleolvad a szeretetbe. Ha nincs szeretet a bensődben, akkor a siker még száz év, vagy száz élet, vagy száz júga után is el fog kerülni téged. Továbbá Kabir Sahib azt mondja, vers, ó ember, miért keresel engem odakint? Én veled lakom. Nem vagyok a mennyekben, vagy az alvilágokban. Nézz egy pillanatra magadba, és meg fogsz találni. Kommentár. Azt mondja nekünk, idézett, hol keres engem? Nem vagyok messze sem a mennyekben, sem az alvilágokban. Meg akarsz találni engem, akkor merülj el a bensődben, és ott keres engem igaz szeretettel. Akkor egy pillanat alatt találkozol velem. Nem egy pillanatnál, hanem egy pillanatnál is sokkal rövidebb idő alatt. Idézetnék. A spiritualitás tanfolyamának befejezéséhez nincs meghatározott idő. Ha azt hiszed, hogy erőszakkal megtalálhatod őt, akkor nem fogod befejezni a tanfolyamot, még milliónyi életben sem. Ezért mondja Swamiji Maharaj, idézet, először merülj el a guru szemlélésében, ugye a gyánban, idézet vége. Te nem maradsz, csak ő marad. Akkor az ő kegyelméből a belsődet elárasztja a fény. A szíved tiszta és szeplőtlen lesz, és a kegyelem ereje egyesít téged a námmal. Azt gondoljuk, idézett, nincs szükségünk tanítóra, de mindenképpen elvárjuk, hogy átmenjünk és diplomát kapjunk. Idézett végül. Ki fog átmenni rajtatok, és ki fog diplomát adni nektek, ha nem a tanár? Hasonlóképpen a spiritualitásban minden a gurútól függ. A nám a gurú, és a gurú a nám. De mi emberek úgy értelmezzük a gurút, mint valami Istentől különálló dolgot. Amíg két különböző dologként értelmezzük őket, addig a kettőségben fogunk vergődni. Nem leszünk képesek beleolvadni ebbe az egységbe. Végül is kiadta nektek a nám tudását? A Szádguru az, aki megadta nektek a nám beavatást. Kinek tekintitek őt? Ő maga a nám formája. Ha gyakoroljátok a meditációt, megértve ezt a titkot, akkor a guru kegyelmet áraszt rátok, és az ő kegyelme által a nám megnyilván. De mit tegyünk? Azt mondjuk, hogy nincs szükségünk a bankára, még akkor sem, ha pénzt akarunk kölcsönkért. Barátom, te a bankártól veszel kölcsönpénzt. Azt tervezed, hogy valamilyen tisztességtelen módon jutsz hozzá. Ha ellopod a pénzt, biztosan megbüntetnek. Ugyanígy, csak a gurú kegyelmével érhetjük el dédelgetett célunkat. Hogyan nyerhetjük el az ő kegyelmét? Csak úgy, ha céltudatos odaadással megyünk a menedékét. Rabdaszvámi lejárt az idő közben. És akkor ez innen fogjuk folytatni legközelebb. Tudj meg vagyok meditálni, ugye? És mikor 20 percet meditálni, szerintem 10-kor jelentkezek egy bhajannal. Addig irány befelé. Köszönöm.